Héti szeretettel köszöntök mindenkit. Megpróbálom gyorsan elmondani, hogy minden jót mindenkinek. Forrai Ildikó vagyok, és folytatjuk az adást, mert már itt van a második hívó. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Kedvi Csokon, Fábián István beszélek. Egy olyan ügyben keresném meg önt, hogy tudne nekünk mondani olyant, hogy mit évők legyünk, vagy mihez fogjunk, és elmondom, hogy miről van szó. Házat árulunk tulajdonképpen, családi, egy ilyen kétszintes házat. Másfél éve sehol semmi olyan érdeklődés nincsen. Próbálkoztunk különböző ingatlanossal, akár tulajdonképpen, hogy csak ő viheti a hirdetést. Most megint ott tartunk, hogy kizárólagosságra odaadtuk a hirdetést. Soha nem kell kizárólagosságot, soha nem kell. Soha nem kell. Soha nem kell, ezt nem tudom hányszor ittam meg ezt a hülyeséget, hanem hogyha ő hoz vevőt, akkor ő fogja elvinni a pénzt, ha nem ő hozza a vevőt, borzasztóan sajnáljuk. Azt kérdezte meg a kártyától, hogy akadályozza-e valami ennek az eladását. Így van, azt szeretném meg. Így van. Az egyik, hogy valami hamis van benne, és az lehetséges, hogy az ára. Mégpedig meglepő módon alacsony. Azt hiszik, hogy ez valamilyen gagyi dolog. És a következő dolgot csinálja, nem tudom, hogy maga mennyire hisz ilyen mindenféle susumburú dolgokban, de most csinálják meg azt, hogy először is ugye, hogy valaki sajnálta, ezt azért hozzá kell tegyem, ezt a házat, nem tudom, kié volt, de valaki biztos, hogy sajnálta, de most már ott van, hogy vágy, cél, eladom, biztos, stb. Még ráadásul egy valami középkorú vagy idősebb úr fogja megvenni. 100%-osan biztos, árán magasabb árér, elmegy, örömteli, megvan a remény, biztos, szerencse, segítség, minden van hozzá. Következőt csinálja. Ki az, aki ennek az egész dolgát intézi konkrétan? Én viszem személyen. Akkor a következő dolgot csinálja, lefekszik a kicsi ágyikójába, akkor ébredjek föl, amikor az az ember, akinek konkrétan erre a házra van szüksége, a legéberebb, és emlékezzek rá, miért ébredtem föl. És akkor az éjszaka kellős közepén valamikor megébred, és azt fogja mondani, hogy ja, tényleg a lakás. És elmond egy rövid, nem hosszú duma, egy rövid 2-3 dolgot, olyat, ami a másiknak jó. Ekkora ennyi négyzetméter, itt van, ennyi az ára, szeretettel várjuk meg a maga telefonszámát. És ettől kezdve már ilyen kis képszerűen vetítse előre, ott éjszaka nem kell semmit se csinálni, rögtön becsukja a kis szemét, és átfordul másik. Ettől kezdve elhiszi, hogy a legrövidebb időn belül el tudja adni. Én úgy gondolom, egy hónapon belül biztos. És azt vetítgesse saját magának ki, hogy jönnek, és akkor hozzák a pénzt, és írjuk alá a szerződést, és mindenki lelkes, és látja annak a valakinek az arcát, hogy Jézusom, én pont erre vágytam, édes, stb. Én amikor megvettem a lakásomat, akkor bementem, 3,5 perc alatt írtam alá, mert mindenkinek van egy olyan otthon, amire ő vágyik. És magának, annak az egy embernek kell csak elküldeni ezt az üzenetet, és mondom, egy hónapon belül ki is lesz fizetve. De egy kicsit magasabb áron árulják. Tehát akkor ezt most változtassam, tehát most megint csak konkrétan kérdezem, hát emeljen meg most az árat az épületnek, és amit ön elmondott itt, azt meg hagyja. Így van. Most még azért is nagyon érdekes, hogy azon az áron, amin meghirdeti, azon fogja eladni, vagy akkor fog majd valaki, meg fogják venni azon az áron. Értem. Még az is lehetséges, hogy ketten ott egymással licitálnak, de az már legyen az ő problémájuk. Ez már igen. Jó, tehát eszeibe se jusson, egy hónapon belül 100%-osan ki is fizetik, és ez egész biztosan elmegy. Már nincs semmi akadálya, hogy eladják. Jó? Még egy szót, hogy említett ön valamilyen, hogy valami féltékenység, vagy valami irítség, vagy valami. Ezt még egyszer, hogyha nekem elmondaná egy két szóban. Most, amit elmondtam, és abban mondtam én, hogy féltékenységet, irítséget, nem azt mondtam, hanem azt mondtam, hogy ezt valaki sajnálta. Igen, erre gondoltam, igen. Tehát valaki sajnálta így. Igen. Nem tudom, hogy ki az, akinek gyerekkorától kezdve, hogy valamilyen kedves, szeretetteli emléke mellé ragadt, azt sajnálta, de most már azt se látom. Értem, jó. Hát, sok sikert, és aztán majd hívjon föl, és dicsekedjen, jó? Jó, rendben. Minden jót önnek, viszont hallásra. Forra Ildi vagyok, jó estét kívánok. Halló, tessék lehalkítani az internetet. Halló.
Jó estét kívánok, a telefonba fogja hallani a válaszomat, az internetnek vegye le a hangját. Még más beszél benne, bocsánat. Nem, édesem, vegye le az internet hangját, és mondja a telefonba a mondani valóját. Szép estét, Ildikó. Igen. Iva vagyok, május 13-án születtem. Örülök, nekem az nem kell, igen. Párkapcsolati kérdésem lenne, hogy igen, mit hoz a sorsom, ha együtt maradunk a párommal, helyes, vagy mit hoz, ha ketté válnak útjaink. Nem tudom, hogy lát, hogy jobban tud számolni, mint én. Az 5-ot, 13-at, hogyha összeadja, akkor az 8-9. Jól számoltam? Nem. 8-9, meg 8, az 17, igen. A 17-es, az egy 8-ast ad ki, az egóját, és némi koncentrálást, vagy némi filozófiát is jelent benne, tehát egy 8-as éve lesz, úgyhogy jó lenne majd májustól. Most a 7-es évében még azért nem annyira, de jó lenne majd májustól egy kicsit jobban nekiállni a dolgoknak. Azt mondja, hogy mi van akkor, ha velette marad? Ott nem is jött ki jó lap. Mi van akkor, hogyha nem? Mi az, ami hamis ebben? Az, hogy ez az egész már nem is most, hanem már nagyon régen be lehetett volna ezt fejezni. De tényleg. Igen, párkapcsolatot? Jó pár évvel ezelőtt is be lehetett volna fejezni. Félelem, veszteség, szerencsétlenség, szomorúság, nehézség, idős női rokon. Ha mellette maradok. Ha nem, akkor az a szerencse, sorsszerűség, örangyali segítség, megvan a remény és érzelmi anyagi biztonság. Tessék szíves lenni azért saját magának megcsinálni egy olyat, mert ugye én miattam, vagy az én kártyáim miatt nekem senki ne hagyja ott se a pasiát, se senkiét. De mindenképpen csináljon egy olyat, hogy mi szól mellette, és mi szól ellene, és miért félek a változástól. Jó? Ezt úgy ezért egy picit nézem vele szembe. És aztán beszélj meg magával, hogy egyébként pedig, hogyha változhatnék, akkor hogy lesz az életem, a lakásom, a pénzem, az anyagi helyzetem, az elfoglaltságom, a szabadságom, a baráti köröm. Tehát, hogy ezt egy kicsit nézze meg. Én azt látom, hogy íre a pont, és megvan rá a remény, hogy egy örömteli új változás legyen, de ezt magának kell végig gondolni, jó? Igen. Ezt már végig gondolta egy párszor, most már csak megerősítést kér tőlem, arra már rájöttem. Igen, meditálok, mert úgy érzem, hogy szeret, de úgy érzem, hogy valami nem is működik. Mit érez? És lakunk végül is együtt. Mesélje már el, nekem most nem esélye el, Isten őriz, nehogy valaki még meghallja, vagy ráismerjen, hogy igazából én szinte egyetlen egy jó lapot nem láttam abban, hogy együtt. Tehát ezt azért tessék végig gondolni, hogy egyáltalán miért jutott eszébe, mert ha ez egy tökéletesen működő kapcsolat lenne, akkor biztos, hogy nem tőlem kérdezi meg, hogy ilyen van. Jó? Egy picit gondolja végig, és ha talál egy nagyon jó tervet arra, hogy ha egyedül vagyok, mit csinálok, akkor azért annyira felszabadult tőle, hogy ez azért összehasonlíthatatlanul jobb. De tény és való, hogy az ego a bármilyen rosszt is inkább választja, csak azért, hogy a változást ne kelljen átélje. Jó? Tehát azért ez egy elég érdekes dolog. A barátnőm szoktam mindig azt kérni, hogy mitől félsz? Attól, hogy jobb lesz? Na, úgyhogy tessék megnézni ezt a bizonyos mi szól mellette ellenét, és abban a pillanatban tiszta lesz az a kép, hogy miért akarom én azt. Ne írja oda, hogy de nagyon szeretem, mert az egyik oldalon sem volt benne sajnos. Nem volt benne egyik oldalon se, ő részéről se, meg... Egyik oldalon se volt benne, se akkor... És úgy, tehát tehát érzelem az már 100 éve nincs benne, megszokás van benne, ami szintén nagyon nagy úr, de úgy, hogy azért legyen őszinte saját magával, jó? De én nem beszéltem rá se erre, se arra, jó? Igen. Minden jót önnek. Köszönöm. Jó döntés, viszonthallásra. Remélem, hogy találkozunk, mert szeretnék személyesen is még. Hát akkor hívjon föl azon a bizonyos 20-99-62-n. Minden jót. Igen, minden jót. Na, hát akkor most érkeztem meg ezek szerint, de már rögtön a szünetbe is már nagyon sokan hívtak, de már most tudom elmondani. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Jó estét kívánok, szia Ildikó. Ma van a születésnapom, és éves előrejelzést szeretnék kérni. Azt mondja, hogy te egy teljesen bak vagy ezek szerint. Ja nem, te, de úgyis te már vízöntő. Nem, én még pont vízöntő vagyok. Tehát ezt akartam még mondani, hogy átmenetben vagy. Amitől az a nagyon jó, hogy akkor bak is lehetsz, meg vízöntő is, de hogy a bak hogy tud vízöntő lenni, ez nekem mindig egy probléma, ahogy tudom, mikor voltam. Egyébként bak az aszcendensem, úgyhogy... Akkor nincsen nagy baj. Akkor... Ezt megfejtettük. Elsősorban a karrier érdekel, illetve anyagiak, előmenetel, tanulmányok. Most nem tudom, miért pont azt fogtam meg. Én se. Na, kérlek szépen. Két
3 hónapot jegyez meg. Most a február az még egy kicsit necces. Azért húzunk rá egyet, hogy mire figyelj még. A pénzügyi dolgaidra. Mindenféle pénzügyi dolgaidra figyelj. Mondjál nekem egy összeget, hogy mennyi az az összeg, ami reálisnak tartasz saját magadnak, maximális bevételként egy hónapban. Gyorsan mondjad. Ne gondolkozz, gyorsan mondjad. 1 millió. Nem igaz, mert azt viszont nem látod át. Jó? Tehát azért, mert hogy ez egy beteges dolog, és nincs összhang a saját neveltetésed, a saját pénzről alkotott véleményed, meg a céljaid között. Az 1 millióval nem tudsz mit kezdeni egyelőre, ezt azért hozzá kell tegyem. Azt mondja, mert hogy a sok pénz van ott, és az még képzeld, de szomorúvá vagy szerencsétlenné tesz téged. Tehát akkor megnézed az összes létezhető reális költségedet, konkrétan, hogy mennyi, annak a dupláját, vagy a 2,5-szeresét kérheted, mert addig az egód ellene dolgozik. Jó? Egyszer most a februárban lesz egy ilyen csiki-csuki játék, hogy igen, nem, elmerem, nem, változtassak, nem, lépjek, stb. Tehát most lesz egy februárban, aztán utána március-áprilisban nagyon jó, és májusban valami szomorú dolognak, valami lehetetlen dolog, akármi történik, az sorszerű, megvan a remény, hogy annak nagyon jó vége legyen, akármit kell átélni, tehát ezt utána írd bele saját magadnak. Május, jó? Utána április, május, június, május, június, július, ajándékszerűen mindenféle kellemes jó dolog, otthon, ész, új munkahely, szerződés, minden a világon. Egyfolytában jó, egyedül a decemberben lehet valami, hát ott majd azért kicsit tart nyitva a szemedet, párkapcsolattal összefüggésben valami hamisság, de végül is annak is, vagy azért, mert azért, mert most beszéltünk, vagy azért, mert hát mit mondjak, hogy az intuíciód, vagy a megérzéseid, vagy a... Tehát, hogy nem lehet átverni téged, tehát nem az lesz belőle, mint amit a pasi el akar mondani, azért tudjál róla. De mondom egyébként, hogy ebbe a februáron túl leszel, és utána május hónapra elkezdesz odafigyelni, akkor, mert ott is csak egy kicsi szomorúság valami, lehet, hogy valami betegségről, vagy valamilyen helyzetről valakinek a hírét hallod, de végül az se komoly, akkor attól kezdve megy minden, mint a szél, egészen decemberig, és ott meg egy kicsit nyitva kell tartsd a szemedet. Jó? Jó. Annyira lenne még a kérdésem, hogy valamilyen változás, munkahelyi változás van-e ebben, mert ezzel régóta gondolkodom. Van benne, mert mondtam, hogy egy szerződés is, meg bármi, tehát hogyha te kitalálod a céljaidat, úgy nincs benne, hogy ki akarnának rúgni. Ha neked lennének terveid, akkor azt meg tudod valósítani, hogyha több pénzt akarsz keresni, de mondom, akkor azért gondold végig azt, hogy az anyukád, meg a szomszédbácsi, meg a nem tudom kicsoda, a mikrokörnyezeted a gyerekkorodtól kezdve, hogy beszélt a pénzről, mert valami ott a mélyben még mindig nem az igazi. Akkor ezzel érdemes foglalkozni. Egy picikét nem nagyon, nem drámai, csak azért, de hogy a félelem ott van, és közben ott van a szerencse, tehát jó álmod meg, hogy milyen típusú, tehát érted, amit szeretek, amit jól csinálok, másnak szüksége van rá, jól megfizetik, havonta ennyi bevételem van belőle, elég szabad idővel jár, és a körülmények tökéletesek, és a körülményeket részletesen ki kell találni magadnak. Jó? És akkor annak adhatsz, hogy az égnek elengedett, hogy akkor én egy ilyen elfoglaltságot szeretnék. Tehát kirúgni biztos nem fognak sehonnan, de megvan rá a szansz, hogy egy másik szerződés esetleg bejön, és azt okosan kell végig gondold. Jó? Jó, nagyon köszönöm. Hát akkor az Isten éltessen téged, ameddig akarod. Szép estét. Neked is, minden jó. Na, most amikor nem mindenki az interneten lát, de a telefonon keresztül is tudnak csak írni, de azért az interneten tudnak visszanézni dolgokat. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Jó estét kívánok, Ildikó, én szeretnék egy éves előrejelzést kérni. Mi legyen inkább? Hát érzelem, ebbe talán minden benne van, ha jól sejtem. Egy valamilyen párkapcsolatra kíváncsi egyébként? Nem, meg vagyunk jó párkapcsolatban. Akkor mi az, amit érzelemként gondol? Tessék? Akkor mi az, amit érzelemként gondol? Hogy mondjam, ilyen összességében, hogy mire... Csillagon, figyelj rám! Ilyen kérdés nincs. Mert ez tudja, mit jelent ez a kérdés? Segít. Az, hogy Ildikó, pillanat, hagyd mondjam el! Ez a típusú kérdés, ezt mindenki másnak is mondom, az, hogy úgy nagyjából mi vár rám, az olyan, mintha megkérdezi tőlem, mondja már el, hogy hányféle út van a térképen. Hát, hogyha maga eldöntötte, hogy A pontból B pontba így akar elmenni, akkor pontosan meg tudom nézni, hogy ott mi vár ránk, stb. De ilyen, mintha nem egy elemzést csinálok, ilyen egy évet ki tudok tenni, de úgy mire vagyok kíváncsi.
Hát, hogy úgy mi vár rám? Hát, amit akarok csinálni. Hát én honnan tudjam, hogy moziba akar menni, vagy színházba akar menni, vagy dolgozni akar. Van egy tüneményes unokám. Igen. Van-e vele feladatom, mi a kapcsolat vele továbbiakban? Jó. Hogy hívják, ne legyen fontosabb az unoka magának, mint a gyerekének. Ért. Semmiképpen, semmiképpen. Igen. Ott van a gondoskodás, ott van a kapcsolatok, de még véletlenül se akarom se okosabb lenni, se ügyesebb lenni, mint a gyereknek az apja, anyja. Még véletlenül se. És tessék szívesen megtanulni azt a bizonyos nemet, amikor magának valami programja van, vagy akármi, akármennyire megkérik, hogy most anya vigyáz a gyerekre, akkor tudja azt mondani, hogy kis szívem, én szívesen, de most nem érek rá. Mert ha átesik a ló másik oldalára, átveszi a szerepet, egyre többet fognak a nyakába tenni, miközben minden gyerek saját magának a szüleivel van dolga, és nem a nagymamával. Benne van ez a gondoskodás természetesen, de nem annyira, viszont nagyon érdekes, hogy április-május-júniusban rengeteg olyan dolog kezd el kinyílni, a lelkismeret furdását felejtse el, mert nincs ami miatt a praktikus agyával adjon tanácsot, hogy ők hogy tudják megoldani a bármilyen helyzetet, de ne akarja fölvállalni, viszont kinyílik az az ajtó, amivel előjön a maga spirituális korábbi életeiből szerzett tudása. Egyre több, egyre sokszor fog vele összetálkozni, hogy valakinek tanácsot kell adni, vagy hogy látja tisztán, hogy ezt a dolgot hogy kellene megcsinálni. Egy ciki van, hogy erre nem alkalmas, hogy a saját családtagjainak adjon tanácsot. Nem maga, senki. Tudja, nem lettünk proféták a saját házunkból, vagy a hazánkba se. Igen, és nagyon szeretem ezt a spirituális vonalat. Úgyhogy nem csak szereti, hanem hozza a tudását, és ez most kinyílik, ami azt jelenti, hogy szüksége is lesz rá másoknak, hogy elmondja. Na most adnék egy tanácsot, amit már sokszor elmondtam, és magának is mondom. Ha olyasmi valakinek kell tanácsot adni, aki nagyon mugli, és egyáltalán nem hisz semmiféle ilyen dologba, azt nem mondja, hogy magának az a véleménye, meg X-től olvasta, vagy hallotta. Hanem csak annyit mondott, hogy valahol olvastam, vagy valahol hallottam, vagy valahol láttam. És akkor mondja el a saját... Igen, általában így szoktam lerendezni. Nagyon helyes. Meg is van. Igen. Azért, mert azzal az információt akkor ő már megkapta, de hogyha meg valamilyen névhez lehet kötni, akkor az illetőről kijelenti az ő szkeptikus lelke, hogy az egy hülye, és akkor már nem foglalkozik magával a hírrel. Még egy érdekességet, majd november táján, ott van, kihúztam a nem tudás lapját, a lehetőségek lapját és a sorsát. Bármilyen dologgal kapcsolatban, azt a novembert majd jegyezzen meg, a november elejére írja be magának, hogyha valamiben dönteni kell, akkor mindenképpen úgy döntsön, hogy magának az a helyzet jobb. Rendítsek? Egyébként meg szeretet, a család rendben van, ezek a spirituális dolgok jönnek elő, és egy nagyon sok mindenben átrendeződnek a kapcsolatok márciusban. Még a párkapcsolat is, itt úgy látom, hogy mindenféle érdekes és szép dolgokat hoz. Úgyhogy ez egy jó év lesz. És az minden... mit azt lehet úgy konkrétan? Miért? Hát, hogy mit hozhat? Hát egy csomó, most mondom, egy csomó kellemes jó dolgot. Jó dolgot, az csak jó. Jót, csak jót. Azt akkor elmondtam volna, hogyha valami jól. Ijesztő dolog, és figyeljen rá. Nem. Mert mindegyik lap jó volt. És még benne van a szerelem lapja is, meg benne van a család lapja is, meg benne van az erő is, meg minden. Úgyhogy ez egy teljesen jó időszak. Erre a két kicsi pontra a novemberre, a másikat már nem is emlékszem, hogy mondtam, de maga biztos felírta, hogy igen, arra tessék egy picit figyelni, jó? Igen, és lenne egy telekvásárlásunk, ez még egy utolsó, aztán fölkeresem én önt, mert van, beszélünk egymással. Jó, azt a 99-62-n, ha fölhív, akkor kitalálunk egy jó időpontot, de nem biztos, jó, hogy föl kell keresni. Pestről általában föl szoktak keresni, de a vidékről, meg külföldről Skype. A telekvásárlásról mi volt a kérdés? Hát, hogy márciusban szeretnénk dönteni róla, hogy vegyünk egyet, vagy sem, hogy ez bejön. Hát ebben nem tudok segíteni. Ebben nem. Tudja, miben tudok segíteni? Ha már megvan kettő kinézett dolog, igen, akkor most nézem azt meg, hogy egyáltalán érdemes-e venni? Nézzük meg azt, igen. Akkor azt inkább. Jó? Köszönöm. Mit akarnak azzal a terekkel csinálni? Hát... talán egyszer kiköltözni, eladni a nagyházat. Ezt nem most. Nem most. Ennek semmi értelme nincsen. Mert amikor ma most olyan rondát fogok mondani, de ez nem magára vonatkozik, csak mi van, ha most jó, megveszem a telket, holnap meghalok. Hát majd akkor megyünk át a hídon, ha ott vagyunk. És majd, ha eladom a lakást, akkor bármikor ki tudok. De hogyha azt akarja, hogy veszek egy telket, és azt kiadom, és abból lesz egy bevételem,
Akkor még csak igen, de most ott nincs még kialakult. Se annak, hogy megveszem, se annak, hogy nem, mind a kettő mellé rossz és veszteséget húztam ki. Azért, mert nincs mellette kialakult terv. Hogy mire akarom azt használni. Jó, mert az, hogyha én... Hogy én így van, az, hogyha én majd akarok oda építeni, akkor egy építkezési telket. Ha akarom az, hogy majd valakinek kiadom egy mezőgazdaságnak, és majd valaki termelje rajta valamit, akkor mást kell venni. Tehát magát a dolgot a család gondolja, hogy egyáltalán minek akarja, mert ha van pénz, és befektetni akar, én ezt nagyon értelmes dolognak tartom, mert a földnek nem romlik, hanem azt 5 év múlva, 10 év múlva, akkor is el tudom adni. Bár ott is volt már ilyen gazdasági krak, bármi, de ez nem most téma még. Nem. Értem. Ez, a hiába van unokája maga, még nem annyira öreg, hogy holnap akarja eladni a házát. Hát nem. Hát akkor erről beszélünk, jó? Így van. Csillagocska, érezze jól magát, ideges az unokáit, hála Istennek a nagymamáknak az a dolga, hogy mindenféle hülyeséget megcsinálhat a gyerekkel. Ez meg is van. És nagyon édes, mondtam, hogy arra figyeljünk csak, hogyha az anyuka megtiltja azt, hogy ezt meg ezt nem szabad neki enni, inni, azt ne lépjük át, minden más pedig szabad. Így van, én ezt be is tartom, ezt törvényesen. Így van, így van. Köszönöm szépen. Csillagocska, érezze jól magát. És fel fogom önt keresni, jó. Mindenképpen. Minden jót kívánok önnek. Viszonthallásra. Na hát, szóval, mondtam, hogy nem tudtam bejelentkezni, de igazából már igen. Nagyon furcsa dolog történt, fölhívott ez illető, tanácsot kért, mert beteg. És már eleve az egész ember abba betegedett bele, hogy összezárták őt az anyósával hosszú időre. És ez, amikor 20-30 éven keresztül az anyóssal összezárnak egy feleséget, abba biztos, hogy valaki belebetegszik. A 100%-os. Egy vővel össze lehet költözni, mert akkor legfeljebb két nőt szeret, mert a feleségét is, meg az anyóst is, vagy az anyós szerelmes a vejébe is, meg a saját férjébe is. Most hülyéskedek, de akkor is ez egy sokkal egyszerűbb dolog. Masaru Emoto a Vízrejtett Bölcsessége című könyvébe, tessék megnézni, a családi kapcsolatok milyen hatágú kristályt hoznak létre. Egy dologtól ugyanúgy szétesik, mint a mikrohullámú sütőtől, az a menny és az anyós. Ezt ne tegyék. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Jó estét kívánok, Ildikó. A következő a kérdésem. 2 évvel ezelőtt elindítottam egy vállalkozást, ami működik is, csak nagyon kevés pénz jön be belőle egyelőre. Igen. És az lenne a kérdésem, hogy ez akadályozza-e valami, vagy... Igen, az esze. Mégpedig azért, mert amikor elkezdte ezt a vállalkozást, akkor a cél az elsősorban az volt, hogy jól érzem benne magamat, és megvalósítom önmagamat. Pontosan, igen. És az jó is, az működik is. Azt nézze meg, hogyha összeszámolja, valakitől kérdezem egyszer, hogy mennyi legyen a bevétel a vállalkozó, mondta, hogy legalább 1,5-2 millió forint, mondom, persze, a benne lévő összes dolgozónak ebből akarsz fizetést adni? Hát na, tehát az is olyan nagyon, és olyan nehezen jön ez is össze. Úgyhogy először számolja össze az összes költségét ennek a vállalkozásnak, a beszerzést, az anyagot, stb. Ugye nem kell magának elmondani hozzá, ezt nézze meg, hogy konkrétan ez mennyi ez az összeg. Ha van benne bármilyen valaki, aki segít, akkor még a maga fizetését is, meg bárkinek, aki még azt is mellé kell rakni, meg az adót is, meg mindent. Igen. És hogyha ezt összeírja, akkor minimum a másfélszeresét, mert vállalkozásnál a kis hitűsége miatt mondok másfélszeresét, de képzeld, hogy mindent kifizet belőle, meg még a fizetését is mellé szabta, és annak még van egy félszer nagyobb bevétele, akkor azért már elég jól élne belőle. Ha elbírja hinni, hogy megérdemli, akkor ennek az alapköltségnek a dupláját is leírhatja. Jó? Hogy minden hónapban van ebből és ebből a vállalkozásból ennyi bevételem, köszönöm az égi segítséget. Ezt a naptárában, noteszában az első napra minden hónapban írja be. Megnézem, hogy akadályozza-e valami. Az biztos, hogy én ezt szeretem, csak nem volt mellette a terv, hogy én mennyit akarok ebből bevenni. És ez is nagyon érdekes, hogy ugyanakkor láttam a másik példát, amikor valaki azzal kezdte, hogy akkor megvarok egy ilyen ruhát, akkor ebből megvarok 100-at, akkor ebből ennyi bevételem lesz. Mondom, szívem, de csináltál egy kereskedelmi tervet, hogy ki a fene fogja eladni neked ezt a 100 ruhát? Mert hiába szoroztad be, ott 100-szor aztának az egynek a költségét, hogy az annyi lenne a bevétel, de a kutya nem veszi meg, mert speciál nem tudnak róla az emberek. Úgyhogy itt azt kell mellé tenni, hogy én mit akarok ezzel a vállalkozással elérni, tehát a vállalkozásnak mi legyen a jövője. Jó? Pillanatnyilag ez az akadály. Ó, ez itt egy csomó minden nem jó. Arárendeltség, párkapcsolat, veszteség, hamisság, félelem. Ez mind mellette van. Szerencsétlen ellen. Ki az, aki... Oh,
Istenem, ki az, aki a családba, ismeretségi körbe, baráti körbe elmondja ezeket a sopánka dolgokat, hogy jaj, hát manapság nem lehet meg, hát be... Ki az, aki a családba ilyen? De hát két az szemét. Anyukám. Két szemét látok. Anyukám, anyai vonalról valószínűleg. Igen. És még férfi a férjem vagy... nem hisz benne. A férje, így van, köszönöm, bocsánat. Ja. Tudom, hogy ez nekem egy sors feladat. Bármint az, hogy meggyőzze a férjét. Mindenképpen, hogyha kevés pénz jön belőle, akkor is szeretném folytatni. De a következő dolgot csinálja. Furcsát fogok mondani, és teljesen semmi köze elvileg most a vállalkozáshoz. Menjen be egyszer fél órával előbb. Nem tudom, hol van az irodája, vagy bármilyen. Otthon van, vagy ez valahova el kell menni? Ez otthonról végezhető munka. Hát ez egy elég dráma. Ezért nem működik. Igen. Mert ott van az a hamis vesztesség, szomorúság, alárendeltség. Ott valamit kérdeznek, valamit mondanak, mindig belelát valaki. Tehát azért, mert azt akartam kérni, hogy ha ez valahol lenne, hogy például egy iroda, vagy egy műhely, vagy valami, hogy akkor oda elmegy, és akkor, amikor teljesen egyedül van otthon, és biztos, hogy nem fog senki se beletelefonálni, üljön le az ágy szélére, és képzelje el maga körül az auráját körbe, és így, mint egy tojást, ugye az megy a földön, föld alatt is tovább, ez egy jó másfél, két, öt méter, kinek mekkora az aurája. Amikor nagyon jól érzi magát, ezt egyszer csinálja meg, amikor fölked, akkor ne legyen ott a férje meg senki, egyszer csinálja meg, elképzelje az aurát, tökéletesen jól érzem magamat ezen belül, biztonságban vagyok, benne van a vállalkozásom ennek az aurának a belsejében, és minden olyan dolgot is, kocsija, vagy a gyerekét, vagy a bármit, minden olyan dolgot is belülre képzeljen el az aura burkán belül. Jó? Ezen belül biztonságban vagyunk, ez mindenki, amit elképzelt, és minden negatív szó, gondolat, vagy tett visszamegy a küldőjéhez, de pozitívan. Jó? Ezt egyszer legalább csinálja meg, és aztán az aurának a külső burkát az összes fantáziával próbálja meg jó alaposan megerősíteni, hogy azt ugye a hitrendszer is tudja, hogy igen, én ezt annyira megerősítettem, hogy innen minden lepattan. Visszamegy a küldőjéhez, de nem az, hogy a megdobnak kővel dob vissza kenyérrel, mert ez az, hanem ugye még a másikat is meg fogja javítani. Jó? Mert itt nagyon sok, ez, azt kérdeztem, hogy mi akadályozza az, hogy otthon a félelmei, amit hozott a családjától, és ez annyi, hogy egyszerűen fölőrli a gyerekkor, mindenkint van. Csillagocska, hogyha ezt nagyon szereti, akkor nyugodtan mondja meg azok, akinek sopánka van, jó, akkor ti fogjátok kifizetni a költségeimet, mert hogyha ebből nem lesz egy forint bevétel, én akkor is csinálom, mert imádom. De hogyha nem akarjátok, hogy nektek kelljen fizetni, akkor legalább ne nehezítsétek azzal, hogy ezeket a negatív dolgokat elmondjátok, és akkor maga meg viszont egy másik alkalmat találjak, hogy mennyi a teljes költség, és az beírja, hogy ebből és ebből a vállalkozásból március hónapban ennyi és ennyi bevétel van. Köszönöm szépen a segítséget. Jó? És kész. És beírja utána áprilisba is, hogy április hónapban ennyi van, és aztán májusban is. Nem ígérem meg, hogy már márciusban annyi lesz, mint amit oda leírt, de azt megígérem, hogy egy fél éven belül már legalább a háromnegyedét megkapja. Jó? Jó. Két lecke volt. Az egyik ugye, hogy lekapcsoljuk őket ezzel, hogy minden negatív szó gondolat vagy tett, a másik pedig a költségeket kell átgondolni, mert igazából nekem egy nagyon-nagyon sikeres vállalkozó nő ismerősöm azt, hogy képzeld el, mindent a férjem intézett, azt se tudom, hogy mennyi belőle a bevétel. A pasi kiszedte a pénztárba, és elvitte a barátnőjére, ráköltötte. És ezt látták a beosztottak. Teljesen el voltam képe, de mondom, hogy mi az, hogy nem tudod, hogy mennyi? Azt mondja, hát nem emlékszem rád, mert mindent a férjem könyvelt, meg a férjem intézett el mindent. Hát mondom, nagyon jó. Akinek van egy vállalkozás, annak ez a gyereke, tessék komolyan venni. Jó? Jó, rendben. Így lesz. Jó. Köszönöm így lesz. Szépen. Nagyon szívesen, minden jót magának. Köszönöm, viszont hallásra. Jaj, visszatérek erre az anyós dologra. Tehát, hogy még véletlenül se juss eszébe, hogy egy menny semmilyen körülmények között ne költözön be abba a lakásba, ahol az anyós ott van. Még akkor se, hogy a világ legédesebb nője az az anyós, akkor se. Mert régi szokásokhoz, régi dolgokhoz kell úgy alkalmazkodni, hogy föladjuk a személyiségünket, és most már az illető annyira beteg, hogy ez nem igaz, és ilyenkor mit csinál az egész család? Tanácsot ad neki, hogy de így legyen, de úgy legyen, de úgy legyen, de úgy legyen, miközben azoktól az emberektől lett beteg. És ez az egyik. A másik, amikor valaki soha nem tett semmit a saját maga érdekében, mindig a férjem döntött, mindig a férjem hívta föl, mindig az anyukám mondta, meg mindig a stb. Meg a lányom majd elintézi nekem is, én bocsánat, hogy élek. Ez a mentalitás azt jelenti, hogy cicukka, nem tanulod meg a leckét, és így kiemel az univerzum. A saját életünkért mi vagyunk a felelősség, és azért tenni kell.
Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Jó estét kívánok, Ildikó. Segítséget kérnék én egy ilyen eldöntendő kérdésben, hogy igen vagy nem. Igen? Én illetékről kaptam a hivataltól egy határozatot, amiben egy ilyen magas illetéket számoltak ki nekem, hogy nézzük már meg, hogy érdemesen nekem ez ellen fellebbeznem. Ezen harcolnia, értem, ez jó kérdés nagyon. Yes! Jó, hogy kérdezte. Megnézzük, hogy mi ez. A félelemkeltés, az alárendeltség ott van. Mi lesz a vége? Én azt mondom, hogy igen, mert a őrangyali segítséget húztam ki egy beteges helyzetben, a jogot, de én most viszont a jövőjét azt húztam, hogy ellenállás, hamisság, szomorúság, stb. Tehát olyan, mintha valaki kiskirálynak gondolnám magát, és én azt mondtam, hogy ez fekete, akkor is fekete, mindenki látja, hogy világos kék. És én arra gondoltam, hogy tessékszeresen elmenni egy ügyvédhez, aki ilyen gazdasági dolgokkal foglalkozik, és először kérjen tőle tanácsot, hogy ő mit mond rá. Méghozzá egy olyan ügyvédhez, aki nem a maga lakókörzetében lakik valahol, tehát, hogy nehogy valamilyen összefonódás miatt valami közel legyen ahhoz a társasághoz. Például a falu lenne, akkor ne a faluba lévő ügyvédet kérje, hanem egy másik faluba lévőt. Hogy akkor ne. Hogy kérdezzek már így, bár majdnem válaszolt is rá Ildikó, hogy tehát van egy ügyvéd ismerős, aki vitte az eddigi dolgokat, amikor kellett, ez egy hölgy, vagy van egy úr, akit nem is ismerek, csak a kolléganőm szokta dicsérni. Jó, megnézem, és azért kérdezem, hogy a hölgy az ismeretségi belül, tehát mondok egy valamit, a faluban lévő ügyvédet akármilyen jó, az azért nem érdemes, mert esetleg összefonódás lehet, vagy nem akarok kellemetlenséget, meg ő de ciki. Érti, mire gondolok? Igen, igen. Megnézem, hogy a férfi vagy a nő a jobb magának. Egyik se. Ez a kettő közül egyik se. Veszteség, ellenség, féltékenység, szomorúság, hamisság. Na megnézek valakit, hogy valami teljesen máshol, egyszer csak a intuícia, vagy valamilyen dolog erre. Igen, maga keressen személyesen egy dolgot erre a beteges helyzetre, és sikerdíjat. Úgy hívják, hogy arra nem nagyon lehet, de ajándékszerűen lesz egy nagyon szerencsétlen beteges helyzet, de hát nem lesz egy egyszerű dolog. Tudni, és az a ciki, mert különben mondanám, hogy mindegy, hát azért annyira nem sok, mint egy bírósági tárgyalás, csak az a ciki, hogy ezt nem egyszer kell kifizetni. Hanem ez olyan, mintha ezt úgy most természetesnek tartanák, hogy akkor ez mindig ennyi. Hamis, egész biztos, hogy hamis. Már csak annyi, hogy olyan ügyvéd, akit valamennyire úgymond csak látásból ismerek, vagy egy teljesen idegen lesz ez, aki ajándékszerűen. Lehet, hogy teljesen idegen. Megnézem, hogy mi van az, hogy látásból ismer, de igazából nem ismeri. Megnézem, hogy az, akire most gondolhat, hogy az-e. Nem. Nem, egy teljesen vadidegen. Jó. Akár még úgy is, most ezt nem tudom megmondani magának, hogy akár még úgy is, hogy az interneten egyszer csak azt mondja, hogy jó napot kívánok, rátaláltam a maga nevére, van egy ilyen problémás, és szeretnék ügyvédi tanácsot kérni először, jó? Erre gondoltam, hogy akkor így fogom igen, nézni igen, igen, is. Igen, igen, akkor igen. Akkor körülbelül így fogom nézni, mert tényleg csak így lehet akkor. Így van, így jó. Van. Tudja, amikor az intuíciója bekapcsol, hogy ez most valami miatt ez fontos nekem, mert egyik se. Ne haragudjon, az összes rossz lapot kihúztam. Köszönöm szépen, jó estét kívánok. Minden jót, önnek is. Na, az előbb csörgött valaki. Amikor valaki olyan telefonál, aki nem ül a képernyő előtt, az persze nem tudja, hogy mikor fejezem be a dolgot, és akkor ilyenkor nem tud telefonálni. Viszont aki meg ott van a képernyő előtt, és úgy szeretne valamit kérdezni, akkor mindig nagyon szépen kérem, hogy azért tessék levenni ilyenkor addig, amíg tárcsáz és én velem beszél, vegye le az internetnek a hangját, mert körülbelül egy olyan, van ahol 3-4, van ahol 8 másodperc is van eltérés, elköszöntem itt a kollégámtól. Egy 8 másodperc eltérés van az internet hangja, ami fölmegy az égben, meg visszajön, mint a hangom között. Ildikó vagyok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, Ildikó! Munkahelyet váltok, és szeretnék 1-es, 2-es, 3-as, vagy 4-es
Jó. Nézem, hogy melyik magának most a legjobb. Igen, melyik a legjobb. Igen. Na, lássuk az egyes. Ő, az tetszene, de nem jó. Hamisság, félelem. Kettes. Betegség, szerencsétlenség. Szerintem már valami más baj van itt. Veszteség, ellenség. És a négyes. Hát, ha most kell dönteni, akkor a négyes. Viszont volna egy diszkrét kérdésem. Mondja nekem három jelzőt, hogy maga miben a legjobb. Nem munkára gondoltam, hanem a képességeit, amiben megdicsérni magát, hogy ami miatt büszke saját magára. Tudja, mit húztam ki? Az egyfolytában rettegést, mindenféleket, hogyha lehetséges, akkor a legrosszabb munkahelyet választom, a legrosszabb könyveket választom, mert én nem érdemlem meg. Írja le nekem, nem tudom, hogy van-e papír a ceruzád, de most írja le magának olyanokat, hogy okos, ügyes, szép, talpra esett, kreatív, nagyszerű, különleges, céltudatos, szeretetreméltó személyiség vagyok. Ezt így mindent. És ezt legalább egy 30-as betűvel nyomtassa ki, és tegye ki valahova magának, hogy egyszer elhigye, és minden nap 5-ször mondja el. Ez most jelenleg a mostani lelki állapotával ajándékszer megvan a remény, az a 4-es. Azt mindenképpen a másik háromban nem jó van benne, azért, mert a másik három erre a kis meghunyászkodott személyiségére kap lehetőséget, mert az egyikben benne van a szerencse, a másikban benne az ír a pont, harmadikban az, hogy szeretet, de mindenképpen egy olyan helyzet jönne bármelyikből, az első háromból most ki, ahol magát ki tudnák használni. És ezt tessék szívesen, én ezt, tudja, hát mit csináltam, majdnem egy fél éve, vagy egy éve, már nem is emlékszem, nem egy éven keresztül mondogattam én ezt a mantraként ezeket a mondatokat, nekem másokat ittált le akkor a tanárnéni, és mondogattam, és amikor egy olyan 3-4 év múlva valaki azt mondta, jaj, Ildi, te olyan okos vagy, akkor, édes Isten, most először mondták nekem azt, hogy, és amikor azt mondták, hogy jaj, Ildi, te olyan ügyes vagy, akkor egyszer rájöttem, hogy ezek a mantrák elkezdtek beírni, mert persze én utána eljártam mindenféle ilyen mesterhez, meg elmentem kézművességet tanulni, tehát már ügyes is lettem, meg érti? Tehát elkezdtem egy csomó dologgal foglalkozni, amitől az a papírra leírt mondat egyszer csak igaz lett. Igen. Ezt csinálja meg szívem, mert olyan nagyon, nagyon, de a személyisége nem is lenne maga mellett. Jó? Írja le az összes ilyet, amit teljesen el se tud hinni, vagy amilyen szeretne lenni. Azt írja oda bele. Okos, ügyes, szép, talpra esett, kreatív, céltudatos, szeretetreméltó személyiség vagyok. Jó? Minden jót magának, és sok sikert, most meg pályázza meg a 4-es, aztán majd utána szerezhet jobbat is. Viszlát! Na, ez az egyik. A másik, amit viszont nagyon szeretnék ilyen fél mondat erejéig, az, hogy tessék szíves lenni, hogy ne a, úgy, jó a család, nagyon hasznos a család, támogat mindenféleket, de gondoljunk erre a saját életünkért, mi vagyok a felelősek. A saját életünknek a dolgait nekünk kellene kitalálni, hogy mit szeretnénk. És az egész család ne szóljon bele. Képzeljék el, hogy most fésüljem így a hajamat, aztán fésüljem arra a hajamat, aztán most hosszan nőszem meg, aztán vágjam le teljesen őtre, inkább piros legyen, vagy mégis szőke, mert ahány családtagom van, mindenkinek más a véleménye róla. Nem lenne egyszerű, hogy pont olyat hordok, ami nekem tetszik, és ha belenézek a tükörbe, jól érzem magam tőle. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Igen? Tessék mondani a kérdést. Jó estét kívánok! Azt felől érdeklődnék, hogy a hétvégén utazom, és hogy van-e valami, amire figyeljen. Érdemes figyelnem. Érdemes, illetve nem érdemes, hanem nézem, hogy érdemes. Jó volt fölhívni, inkább így mondom. Félre beszélek egy kicsikét. Na kérem szépen egy-kettő. Mire figyeljen ez a lány az utazáson? Mennyi időre megy? A hétvégére. Csillagocska, egy hétvégi kiránduláshoz mire kell izgulni? Hát 350 kilométerre van. Jaj, édes Istenem, azt kezdeni mondani, hogy most elszállodok pénteken reggel 3500 kilométerre, ezt vasárnap este visszajök, ott még csak legalább értelem, nincs semmi. Kikhez megy, mert ott szerintem ott van valami helyzet. Ahova megyek? Ja. Rokonok, ismerősök, kik ezek? Család. Hát ott azért senki se fog megváltozni, pont ugyanolyanok, mint eddig voltak.
Az nem baj. Csillagocska, az utazása semmi, a maga célja, vágya, illendőségből nem kellene menjen, ezt azért mondom, nem kéne menjen, hogyha illendőségből, nem kerül a nőrülten sokba, úgyhogy menjen, a félelmét felejtse el, és vegye tudomásul, hogy ezek pont ugyanolyanok, ha lehet, semmibe se szóljon bele, és senkinek ne adjon igazat. Senkinek. Jó, hanem csak hallgassa meg őket. Hallom, értem, igen, ez a te véleményed. Jó, rendben van, értem, meghallgattalak. Ennyi. De ne kezdjen el vitatkozni senkivel, mert lesz veszekedés, csak nem maga, nem maga lesz a célpont sem, meg nem is fog vitatkozni senkivel, jó? Várom a kérdéseket. Tessék szívesen itt telefonálgatni. Na. Ja, itt maradt a fona, és nem tud máshova kihívni, bocsánat, tényleg. Azt hitt a szegény hölgy, hogy biztos, hogy még vele beszélgetek, de nem. Hát, ez amikor pont most valami karácsonyi régi-régi műsoromat hallgattam végig, és úgy elgondoltam, hogy hányszor csináljuk meg ezt a karácsonyi családi ünnepet, a szeretet ünnepét közben mindenki annyiféle dologgal vesznek össze, hogy elmondhatatlan, hogy felnőtt korunkban már nem is nagyon kellene ezeket a családi dolgokat fenntartani, annak ellenére, hogy tényleg az a véleményem, hogy ahol ez jó működik, ott nagyon hasznos, csak amikor már soha nem működött, akkor már nem kellene összejönni, csak azért, mert felnőttek vagyunk, és ezt akkor tartsuk a kapcsolatot mégis az öcsémmel, vagy a húgommal, vagy a nővéremmel, vagy a nagybátyámmal, mert az nem lesz jobb, és már eddig se értettünk egyet, és egyre távolabbra megyünk, és úgy, mintha egy pontból sugárszélen indulnak el az emberek, egyre nagyobb a kör. Egyre nagyobb a távolság, az eszmék, a világnézet, a világlátás, a célt, oda, tehát mindenféle dologban egyre nagyobb és nagyobb az eltérés, és illendőségből egybe tartjuk. Ugyanakkor meg volt nagyon édes egy kis tanítványomat, egyedül nevelt az anyukája, és ő az unokatestvérek miatt lett egy nagyon jó közösségnek a része. De én nagyon ritkán láttam ilyet, az én édes drága anyósom tartott ilyen kis családi rendezvényeket. Hála Istennek egy évben csak 2-3-at, ez nem azért hála Istennek, hogy nekem baj volt, hogy ott vagyok, éppen nekem nagyon tetszett, hanem azt mondta, hogy ez fölösleges, nem kell többet. És nagyon édes volt, mert nekem például azt mondta, hogy ő nem akar vigyázni a gyerekeimre egyáltalán. Ő 4 gyereket tisztességgel fölnevelt egyedül, ő azt megoldotta, hogy amikor nem ért rá, akkor kivigyázol rá, de ő ezt nem szeretné, hogy a 4 gyerekének az összes akárhány darab gyerekére egyenként vigyázzon. És annyira megértettem, és annyira igaza volt, hogy fantasztikus, imádtam azt a nőt. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Jövő hét elején lesz születésnapom, és szeretnék kérni anyagi előrejelzést, hogy mire figyeljen. Hogy alakulnak a terveimnek megfelelően. Így van, hogy mire figyeljen, inkább az, hogy mert jól alakulnak a tervek, annak ne is adjon másmilyen energiát. Persze, hogy jól alakulnak. Sok pénz, tessék. Milyen kár, hogy ezt nem látja ilyen közel, rögtön a sok pénzt húztam ki februárban. Mit szól? Ő anyari segítség, hűség önmagamhoz, némi szomorúság, úgy látszik abban május hónapban, március, április, nem, május, június, bocsánat, ezt már ide kell tenni, június hónapban. Az nem csak magánál volt, hanem ma többeknek, úgyhogy akkor, és ez is. Nem tudom, majd az asztrológustól valakitől kérdezzék meg, vagy én nekem kéne már utána néznem, hogy az egyik az, hogy június, a másik pedig augusztus hónapban, van, akinek szeptemberre is átcsúszik, ott mindenképpen arra két dologra figyeljen. Egyébként meg az összes többi lap annyira jó. A szomorúság az valami családdal kapcsolatos. Egyet szépen tisztelettel kérek, ha családban bármi történik, vagy bárkinek nehézsége van, vagy szomorúsága, vagy baja, attól ne essen kétségbe, ez a lecke. És majd adjon neki szeretetteli energiákat, hogy hogyne, persze, megoldod egész biztos rá, éjszakai üzenet, rátalálsz a legjobb megoldásra, stb. Azért, mert biztos, hogy vége lesz, és lehet, hogy ez valami hivatalos dolog, jó lesz a vége, de ne kezdj el sajnálni, ne kezdj el sopánkat, ne, stb. Érti? Tehát, hogy ne adjunk neki negatív energiát. Viszont párkapcsolat, pasi, sweetheart, aki nekem fontos, azzal kapcsolatban lehet valami veszteség, nehézség, az is a pasinak a dolga, de ne, még az is lehet, mert egy gyereket húztam ki mellette, még az is lehet, hogy valaki vő, vagy nem tudom ki van ott a háttérben, aki férfi rokon, de azzal sem magának kell foglalkozni, viszont a saját életével semmit se kell csinálni. Mert szerencse, ajándék, sorsszerűség, újjászületés, hűség önmagamhoz, őrangyali segítség, anyagi jólét, stb. Összesen ez a két hónap, ez csak annyit fog jelenteni, hogy ha
hall a család tagjainak valamilyen helyzetéről, de nem maga fogja megoldani őket, jó? Tehát ezzel hú, de sajnálom, és aggódom érte, meg szegény, meg minden, ezt azért ne tegyen bele energiát, hogy ne nehezítse azt a helyzetet még jobban, azzal, hogy aggódik, hanem csak küldjön egy energiát, vagy teli dolgot, hogy a lehető legjobb megoldást fogják választani, én bízom benne, biztos, jó? Rendben. Na, akkor szépen, kedves egészséges és boldog szülinapot. Játék volt. Minden jót magának, viszontlátásra. Köszönöm. Milyen egy aranyos dolog. Ezt emlékszem, hogy ezt már nagyon sok évvel ezelőtt, még annak éven talán a Telemédiánál kezdtük ezt, hogy ilyen éves valamit. És utólag kiderült, hogy ugye nem január 1-én kezdődik az év nekünk, hogyha március 28-án vagy november 2-án születtünk, hanem akkor, amikor kezdődik egy új év. Ez az egyik. A másik meg el nem tudom képzelni, hogy a Gergely pápa miért rendezte át az, hogy a tél kellős közepén kezdődik egy év. Hát ez március 1-én kéne, hogy kezdődjön. Na, jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Értét kívánok, Ildikó, én egy éves előrejelzést szeretnék. És inkább a pasikat nézem, vagy inkább a pénzt? Melyik P betű legyen? Munka érdekelne, hogy esetleg külföldi munka benne van-e. Sorsszerű. Sorsszerű, rögtön ki is fordult. És benne van az, hogy veszteség, ugye valamit ott kell hagyni azért, akár február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december. Csillagocska, ez nagyon érdekes dolog, a maga a lehetőség benne van. Benne van a lényegesen több pénz, megvan rá a remény, megvan hozzá az esze, minden a világon. Ott van a kicsi családja, aki biztos, hogy elmondál az összes ellene szóló érvet. Minden olyan ember, aki sosem ment messzire, vagy nem tudja, hogy ez micsoda, ott elmondja az összes negatív dolgot mellé. Hát ha lehet, akkor majd nem eséllyel senkinek. Én úgy mentem el kétszer is külföldre, hogy az egész családomból senki nem tudta, csak az az egy ember, aki vigyázott a gyerekeimre az egyik alkalommal. A másik alkalommal már csak akkor szóltam nekik, akkor nem kellett senkire se vigyázni, amikor már kint voltam. És még így is megkaptam egy csomó szósz hozzá. Magának lényegesen jobban fog keresni, és tessék a célt kitűzni, hogy hova szeretne menni, és nagyjából milyen típusú munkát szeretne, de ne annak adjon energiát, hogy hát valószínűleg csak ilyet lehet. Hanem álmodja meg, hogy mit, mert bármit megkaphat. Bármit. Bármit. Ezt írja be, azt most komolyan mondok ilyen hülyeskedést, hogy beírja, hogy tengeri rügyő készítése Portugáliába. Írja be a Google-ba. Ennyi éves nő, nyelvtudása, nyelvtudás nélkül, stb. És az összes országot is felsorolhatja, hogy egyenként megnézhetni azokat az országokat, mert bármilyen lehetőség van, kicsit el kell veszíteni azt a korábban megszokott dolgot, meg hát ugye egy korábbi munkát is, meg egyebeket, én szerintem adjon neki energiát, csillagom. Jó, köszönöm. Amikor megálmodta, akkor utána rögtön elkezd az univerzum ezerféle lehetőséget odagudítani. Úgy legyen. Így legyen. Így köszönöm van. Szépen. Nagyon szívesen, és mindenit önnek. Viszontlátásra. Én meg közben megnézem. Hát 10 perc van, úgyhogy tessék szívesen összegyűjtögetni a kérdéseket, akinek még van. Minden hónap, nem, minden héten, csütörtökön 20, nem, mi van, 19 órától 20 óráig vagyunk. És a telefonszám az 061-785-3077. Tehát még egyszer 061-785-3077. És remélem jót mondtam. Igen, hogy ez az egyik, a másik pedig gyorsan-gyorsan kihasználom. Ugye itt a Angyalvárban mindenféle programok vannak. Most kivételesen nem hétfőn van a klubest, hanem most mondok egy olyat, hogy vasárnap könnyű, mint az egyszerre, egy mandala varázs, műhely munka Lázár Ildikóval. Aztán a Spirit Flow lélek áramlás rendszernek az alaptanfolyama kezdődik megint, március 20-án azt hiszem. De az a lényeg benne, hogy a klubesteknek és minden egyéb programnak a képernyő alján meg lehet részletesen nézni, rá lehet klikkelni, és ott tessék utána nézni, itt az Angyalvárban mi minden van. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Halló. Igen, itt vagyok. Jó estét kívánok, Ildikó. Szeretnék egy éves előrejelzést kérni. A 3.-án lesz a születésnapom. Azért Jézus Mária maga mivel foglalkozik? Mert? Csak mondja meg. Hát én már nyugdíjas vagyok. És mivel foglalkozott? Porcelánfestő voltam. Azért, mert a 3.-a az önmagában 2x3-as. Az akkora mindenképpen művészet, színház, külvilág, kivinni saját magamat. Tehát ezt úgy meglovagolhatta volna, hogy a hírnevet is megkapja hozzá. Volt hírneve, vagy csak egy szalagon dolgozott porcelánfestőként? Nem szalagon. Akkor jó.
egyéni munkám volt. Jó, helyes. Akkor azt csinálta, amit kellett. Ez annyira, ez a március 3, ez teljesen olyan, ami erre hát, predeszinálta. Igen, hát csak egyedül neveltem a gyerekeimet, és nem nagyon volt lehetőségem. De nagyon szerettem a szakmámat. Dehogyis nem volt lehetőséget, én is egyedül neveltem a gyerekeimet, én nekem olyan elképesztő mennyiségű jó és érdekes dolog jött be az életembe, hogy ezt halálra irigyeltek mindig tőle az emberek, meg el se hiszik nekem, hogy ez mind sikerült, úgyhogy ez nem indok, hogy az, ha amellé, hogy egyedül neveltük a gyerekünket, amellé azt ragasztjuk oda, hogy ez milyen borzasztó volt nekünk, akkor persze... Nem volt borzasztó, ugye? Hála Isten. Nem volt borzasztó, maga teljesen meg tudta csinálni, borzasztó. És ennyi. És utána most vissza tudja nézni az életet, hogy milyen jól megcsináltam, annak oka volt, hogy miért kellett egyedül nevelje, nem a férje, vagy nem a univerzum, meg a körülmények, hanem ezt vállalta, és igenis meg tudtuk csinálni. Csillagocska, ebben az évben, áprilisban, tessék szívesen odafigyelni, a tolvajt húztam ki, de a tolvaj az akkor is veszteség, hogyha maga megcsinál valami szép dolgot, és azt mondjuk eladjuk, vagy eladjuk a házat, akkor is, ha a tolvaj jön ki, az a jó, mert valaki elviszi, ugye? És ott sorsszerűséget, tehát tessék szépen, őrangyali segítség, hűség önmagamhoz, égi támogatás, február, március, április. Ez egészen júniusig tökéletes. Hetedik hóban, ott van egy szerencsétlen veszteség. Na, azt tessék beleírni a noteszába már június végére, hogy odafigyelni egész július hónapra. Se nem ad kölcsönpénzt, se nem megy bele semmiféle elmondhatatlanul fantasztikus ajánlatba, megígéri nekem, mert ott kifejezetten nagy veszteség, szerencsétlenség van, de most, hogy mi beszéltünk, ott van a segítség, stb. És meg lehet állítani ezt a dolgot, jó? De azért mondom, hogy már június végére írja bele, hogy egész június hónapra figyelni, mert utána már a második fél éve is teljesen jó. Ha itt nem bukik valamit, akkor baráti segítség, biztonság, jólét, íre a pont, ajándék, a célok megvalósulása, szerencse, csupa jó. Mit szól? Azért ez egy jó év, nem? Csupa jó. Az egyiknél, hogy valamit vagy elad, vagy elmegy valami helyzetre, de olyan, ami sokkal jobb lesz magának, ez lesz ugye, amit mondtam, hogy február, március, áprilisban, és utána, amit mondtam, hogy aztán tessék szívesen arra figyelni, hogy ezt a csomó akármit még véletlenül se kapja meg, az pedig július. Jó? Az összes többibe pedig nézze a csillagokat és érezze jól magát. Ja, köszönöm szépen. Nagyon szívesen, és minden jót önnek. Nem, én is minden. Viszont hallásra. Milyen érdekes, ez annyira tetszik nekem, olyan sok mindent tanultam a Kiszoltál Zérótól, a Kártágónak a gitárossal, ő, aki a számbiszikával foglalkozik, és ezeket a számokat ugye bevittük az életünkbe, körülvesznek minket, és valamilyen formában hatnak ránk. Emlékszem, az anyukám 58-as lakás szám alatt lakott. Hát a pénz, az érdekek és a szívvel lélekkel dolgot, hogyha még ráadásul az összeadom, az 13-as, 4-es, állandóan befalazva, cirkusz, veszekedés, olyan elmondhatatlanul sok probléma volt abban a házban, tehát és én is 4-es számú ház alatt lakom, csak nem így, hanem simán 4-es. Igen, ám csak, hogy egy 1-es lakásba lakom, akkor annak már ugye adnak célokat, meg egyebeket, és attól függ, hogy ki mire használja, vagy azt az energiát mennyire ismeri, és mennyire használja ki azon belül, de hogy ezek a számok körülvesznek minket, és nem lehet azt csinálni, hogy nem veszünk róluk tudomást, vagy hogy milyen nevet hordunk, vagy milyen nevet adunk a gyereknek. Mostanában egyébként beszélgettem valakikkel, és mindenféle ilyen abszolút rettenetes gyereknevek kerültek elő, és néztem, hogy a szülőknek azért, mert jó pofa viccnek tartja, és ez a szerencsétlen ember 60 éves korában ajándéknak fogják ott hívni. Nem fogom elkezdeni, mert hát ha valakit úgy hívnak, és megsértődik. De egészen ijesztő, hát pláne ugye tanár voltam, és rengeteg-rengeteg gyerekkel kerültem kapcsolatba. Hát tényleg olyan abszurd, ez az én egyik osztálytársam volt egy olyan, hogy szende kicsi ajándék, nem a férfi változata, hanem szende kicsi ajándék. Hát én még életemben ilyen ronda ajándékot nem láttam. Remélem, hogy már az élet is olyan öreg, hogy már nem is hallja meg ezt a szöveget. Jó estét kívánok, Ildikó vagyok. Szervusz, Ildikó, Magdi vagyok. Igenis. Több mindent megterveztem erre az évre magamnak, és a 2-es számú célom, tartom egy kicsit
nagyobb segítségre utalandónak, hogy fölírtam magamnak három tevékenységet, amivel biztosan elő tudnám segíteni, hogy szerinted mind a hármat csináljam, vagy elég, hogyha egyet-kettőt, vagy esetleg... Várjál. Amivel neki akarsz fogni, hogy ennek több támogatás kell, abba kapásból kihúztam a szerencsétlenséget, az ellenséget, a szomorúságot, az alárendeltséget. Mi az, ami miatt ez, mi az, ami miatt ezzel a dologgal annyira akarsz foglalkozni? Mi az? Ne azt mondd el, hogy micsoda, hanem hogy miért akarsz ezt, tehát mi a cél benne, vagy a vágy benne, ami miatt te annyira akarsz ezzel a dologgal foglalkozni? Hát azért, mert tudod, hogy tehát agykontrollt végeztem már több tizen éve, és akkor, hogy amiket így apró csecső dolgokat, amiket úgy megvalósítok, vagy nem is apró, mert szerintem nekem voltak nagy dolgok is, amiket ennek a segítségével. Csak a gyerekeim, hát ez úgy is megtörtént, csak szerettem volna nekik egy olyan bizonyíték, hogy na igenis, ez tényleg. Nem kell bizonyíték. Nagyon fontos dolgot. Csillagom, nagyon fontos dolgot mondtál most. A legfontosabb dolgot. Soha az életben ne bizonyíts be senkinek. Igen? Ne. Még véletlenül se. Tudod miért? Mert akkor tudod, amikor valami változik az életükbe, a tök racionális, a teljesen szkeptikus valaki, akinek egyszer meghal valaki, az rögtön elkezd a túlvilágba hinni, akinek valami óriási nagy krak vagy betegségből meg tud gyógyulni, az rögtön rájön, hogy másképp is lehet gyógyulni, mint ahogy. De te személyesen, meg én, meg senki, nem vagy hiteles a saját gyerekeidnek. Tehát nekik ne akarjál bebizonyítani semmit. Ezért hoztam ki ezt a csomó rossz lapot rá. Igen, akkor érted? Én. Még egyet, hogy van egy olyan pici könyv az agykontrollosoknál, hogy meghökkentő agykontroll sikerek. Nem tudom, milyen Évának hívják a nőt, aki írta. Meghökkentő agykontroll sikerek, egy ilyen egész picike kis füzet. Az azért érdemes beszerezned, mert rengeteg dolgot húztam benne alá, ugye én is végeztem, nekem is működik, stb. De nagyon sok ilyen érdekes, játékos dolog van, hogy ő hányszor csinálta, hogy mire gondolt, hogy, tehát ahogy ő fölépíti ezeket a dolgokat, attól könnyebb lesz és sikeresebb. De te bőven elég, ha te megcsinálod. A következőt akarom mondani is, rögtön megérted, utat csináltunk oda az utcára, és én kértem az anyalakot, hogy legyenek szívesek segíteni, mert nem értek az út javításhoz, ilyet meg ilyet szeretnék, de rábízom az égiekre. Hát utólag kiderült, hogy azt pont úgy építették volna meg, ahogy én kitaláltam, nem lehet rajta járni. És nem is októberre lett, hanem mindenkinek a szempontja szerint a legjobb, és márciusra csinálták meg. Abban a pillanatban, hogy megjelent a gép, rögtön rájöttem, hogy persze, hogy márciusban, októberben megcsinált, télen felfagyott volna. És hát én meg barom lelkesen, angyalkáknak leírtam, köszönöm szépen, mindenkinek jó, annyival jobb lett, hogy ezt el sem tudom mondani. Mondom a szomszédnak, hogy képzeld el, megkértem az angyalakot, csinálják, hogy azt mondja, egy fenét elküldtem a jó édes anyába a polgármestert, ezért lett. Mondom, az Isten téged áldjon meg, már 4000-szer elküldted, de még eddig nem építettek utat. És azt mondta a férjem, én nem mondtam neki semmit, annyit kértem, hogy legyen szíves, ne dolgozzon ellenem. És amikor ez megtörtént, teljesen mentünk valahol egy nyaralásból hazafele, márciusból, hogy ne menjünk be a garázsba, és mondom, miért, mi történt? Azt mondja, hát reggel 6 órakor indul a Baramagnak a gépe, egy bazi nagy gép, hogy a kerítés mellett 10 centire fért el, és estére kész volt egy olyan minőségű út, hogy az az egész faluban a legjobb út. Azt mondja a férjem, hogy ettől kezdve mindent elhiszek. De nekem nem jutott eszembe, hogy ezt én a szomszédnak vagy bárkinek kezdjem el bizonykatni, meg sem mondtam senkinek. Én szépen otthon leültem, szoba, megírtam, rábízom, nem értek hozzá, úgy legyen, hogy minden érdekeltnek a legjobb, de a családodnak ne. Soha ne akar bizonyítani. Sőt, ha lehet, nem beszélj róla, elég, hogyha te célokat tűzöl ki, azzal majd valamikor megváltoztatod a családodba a gondolkodásrendszert, hogy te leírod magadnak, amit én szoktam mondani, hogy leírod a céljaidat. Alszol rá egy papírra vázatosan. Alszol rá egyet, másnap kijavítod, és azt a kijavítottat gyönyörű gyöngybetűkkel beírod egy kívánságfüzetbe. És aztán veszel két jelölőfilcet, és kipipálgatod vele azt, ami sikerült, és ráírod, hogy köszönöm, és a másikat a másik színnel kipipálgatod, és ráírod, hogy köszönöm. Mert akkor az jó, hogy nem valósult meg. Nekem az önmagáért beszél, hogy oda le van írva, és azt látják, az egész családom látja, hogy igen, az történt, igen, megvettem, igen, de mentem, ide meg, fölhívtak, és stb. Ott nekem nem kell bizonygatni, azok tények, de már utána vagyunk, és nem tudják a gondolatukkal elrontani. Jó? És azt meg is tudod csinálni, itt az őrangyai segítség, ott a szerencsét, és az ellenséges, alárendelt helyzetben otthon nem kell foglalkozzál vele. Jó. Meg, hogyha az egész családodat kihagyod, Bella, azt nézze meg, hogy akkor kell-e vele foglalkoznod?
Ez, amit te kitaláltál? Igen. Hűség önmagamhoz, gyerekkorodtól kezdve lehet, hogy vágytál rá, írj rá a pont, és meg is fogod valósítani simán. Simán. Jó. Csak a hitedet, és senkinek ne beszélj róla, hanem csak csináld meg, és amikor már kész vagy, túl vagy rajta, akkor mondhatod, hogy igen, én ezt kitaláltam, és ez lett. A füzet nagyon jó magáért beszél, mert akkor, amikor abba ő beleolvas, és megnézi, hogy Jézusom, anyu, te ezt mind, hát ez mind megvalósult, mondom, hát édesem, látod, már 8 éve van ott, és még simán sikerült. Csak nem rakom mellé a rokonságomat. Jó? Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Sok sikert neked, minden jót. Én pedig azt hiszem, hogy most elköszönök mindenkitől, mert már 8:02 van. Nagyon szépen köszönöm a hívásaikat, találkozunk egy hét múlva, gyűjtögessék a kérdéseiket, és külföldről is lehet írni, csak akkor plusz 36-1-jel tessék kezdeni ezt a 785-3077-et. Minden jót kívánok, viszont hallásra! Sofia Stúdió kiadványai megismertetik az univerzum titkaival. Griga Zsuzsanna, transzcendentális asztrológia. Első rész, a karma asztrológia alapjai. Második rész, karma asztrológiai fényszögképek. Dr. Kézdi Andrea, a titkok könyve, taró. Első rész, a nagy árkánum. Gyakorlati taró. Könnyen elsajátítható, ismert és eddig ismeretlen kirakási módszerek. Sofia Stúdió kiadványai megismertetik az univerzum titkaival. Griga Zsuzsanna, transzcendentális asztrológia. Első rész, a karma asztrológia alapjai. Második rész, karma asztrológiai fényszögképek. Dr. Kézdi Andrea, a titkok könyve, taró. Első rész, a nagy árkánum. Gyakorlati taró. Könnyen elsajátítható, ismert és eddig ismeretlen kirakási módszerek.